Tehát a tárogató, ez egy ősi, népi, magyar hangszer. Minden bizonnyal a honfoglaló őseink hozták magukkal Ázsiából. A szomszédos népeknek is voltak hasonló hangszereik, de a magyart azt úgy nevezték el, hogy tárogató. Tehát a tárogató történetét két részre kell osztani. Van az ősi tárogató, amiről az imént beszéltem, és van az újabb, a reform tárogató. Az ősi tárogató fénykorát a kuruckorban élte, a kurucok ezzel, tehát jeladó eszközként használták, mert az duplanáddal szólalt meg, és nagyon erős hangja volt. Amikor a Rákóczi szabadságharcnak vége lett, az osztrákok szekérszámra hordották össze a Magyarországon fellelhető tárogatót, és elégették. Erről írásos bizonyíték van. Ezért, mert azt tartották, hogy a tárogató Rákóczi hangja, és még szól Rákóczi hangja, addig él a remény. Hát ez sikerült is nekik teljesen. Jelenleg ebből az ősi tárogatóból a Nemzeti Múzeumban 3 darab található, tehát tekinthető meg. Majd ugye következett a millennium 1896, és akkori országvezetők megpályáztatták, hogy ugyan már reformálják, vagy újítsák már meg azt a régi tárogatót, és akkora született meg ez a kezemben lévő reformtárogató, vagy Rákóczi tárogató nevet kapta. Négy hangszergyárban is készült Budapesten. A fénykorát ez a hangszer már a két világháború között élte, ugye úgynevezett irredenta nóták íródtak rá, tehát ilyen keserves, búsulós nóták. Majd a második világháború után lehúzták a rollót, és onnantól egyetlen egy darab nem készülhetett az egyik gyárba sem, és megint sikerült elég jól, hogy is mondjam, talán majdnem megsemmisíteni. Majd most a 1900 a rendszerváltozáskor, most hiszen nem tudom mikor volt. 2099. Most kezd újra éledezni. 89. Igen, és újra szól a tárogató, csak sajnos a lakosság 90%-ának fogalma nincs a tárogatóról, hogy mi az. Hallod róla, de hogyha ha megmutatom neki, akkor azt mondja, hogy klarinét. Sajnos, pedig ez egy ősi, népi, magyar hangszer.